A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, a fehérvári beszélgetéseket látják. Ha már azt mondtam, hogy fehérvári beszélgetések, akkor joggal gondolhatnák azt, kedves nézőink, hogy Vaklár Lajosnak kellene ebben a székben ülni, de hát akkor nem tudnánk erről a könyvről beszélgetni, illetve ő magával nem tudna erről a könyvről beszélgetni, úgyhogy én nagy szeretettel teszem meg, hiszen megjelent a fehérvári beszélgetések 5. kötete, és itt ő velem szemben Vaklár Lajos természetesen. Nagyon örülök, hogy újra beszélgethetünk. Szép estét kívánok, én is. Amikor ilyen szituációba kerülünk, akkor többször felszoktam hozni azt, hogy mindig helyet cserélünk ebben a székben, de azt hiszem, hogy mostanában túl sokszor. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy eléggé termékeny vagy. Nem régen beszélgettünk még sportkönyvről, fehérvári beszélgetések előző kötetről, és akkor most megint itt egy könyv. Igen. Honnan jön ez, hogy mindig ilyen gyakorisággal neked közölnöd kell? Mindennek rendelt ideje van, ugye ezt tudjuk régről. A helyzet az, hogy ezt nem hagytam abba, tehát amikor egy új kötet kijön, akkor tulajdonképpen a következőnek a fele csak nem megvan. Ez még inkább gyors volt, mert feltett szándékom volt, hogy a Szent György Egyetemi és Oktatókórház orvosait megszólítom, mégpedig azért, mert még emlékszünk arra az időszakra, amikor nem ilyen volt még a kórház, tehát itt most jelzőszerketeket nem használok, és számomra fontos volt, hogy megismerjük azokat az orvosokat, akik egyetemi oktatókórházzá tették. Méghozzá ez egy folyamat része nyilvánvaló. És ebben elengedhetetlen szerepe volt számos olyan orvosnak, aki még itt van köztünk, hála Istennek. Így aztán őket megszólítván, bár az előző könyveimben is szerepeltek már, most összegyűjtöttem mindazokat, akik most ott vannak az élen, tehát, és gyógyítanak bennünket. Uh-huh. Úgyhogy ez volt az alapja a történetnek. Uh-huh. És azért fontos volt számomra, hiszen eddig is foglalkoztam a művészettel a könyvekben, tehát kiemelten a Vörösmarty Színház művészeivel, rendezőivel, de egy kicsit mögé szerettem volna látni, vagy láttatni, ha úgy tetszik, hogy mi történik a háttérdolgozókkal. Hogy jutottak el addig, hogy a Vörösmarty Színház is egy elismert intézmény az országban. Tehát ilyenek. És akkor akik Székesfehérvárra látogattak, ők értelemszerűen szintén bekerültek, hiszen fontos szerepet játszanak a város kulturális életében. Nem beszélve az Alba Regia Szimfonikus Zenekar vezetéséről, hiszen tudjuk, ez a nagy négyes, mondhatjuk már így, Ruf Dobszai, Dobri, Szabó Balázs, nagyon sokat tette azért kiegészülve Ilosvai Csengével, az első hegedűssel, aki egy rendkívüli tehetség, sőt már több annál, tehát egy befutott nagyszerű hegedűművészről beszélünk, akik szintén szintet léptek. Úgyhogy körülbelül így áll össze. Ugye az előzőekben is nagyon sok érdekes személyiséggel találkoztál. Most van-e különbség, vagy mindenkit más oldalról tudod megközelíteni? Hogyan tudsz azokkal a beszélgető társakkal, akik leülnek, mondjuk orvosok, akiket most említettél, hogyan tudod úgy megtalálni őket, hogy mondjuk annyira megnyíljanak, hogy akár a legbelsőbb titkaikat is elmondják neked? Ezt sokatszor mondom, hogy kerülöm a bulvárt mindenféle értelemben. Nyilván van egy-egy olyan életszakasz az orvosok életében is, ami különleges, ami meghatározza a jövőjüket, ami a hivatásválasztás az mindig egy fontos pillanat, és ez mindenkinél más. De itt most hadd említsem meg külön Östör Lórántot. Ugye én fájdalommal tapasztaltam, hogy nagyon keveset beszélünk róla, holott 1956-ban a Kórház Forradalmi Bizottságának vezetőjeként nagyon sokat tett a forradalomért, szabadságharcért, és ezt meg is szenvedte. Egyébként ő vele, illetve róla
Östör Marcival, Östör Anna Máriával beszélgettem, hiszen az ő édesapja volt. Tehát meg kellett idézni. Mint ahogy azt is, hogy Kuhár Ferenc hozta ide azokat azt a csodacsapatot, ami a kórházat elindította ezen az úton, amelynek most ugye mi magunk is, én azt hiszem, hogy örülhetünk, hiszen egyetemi oktatókórház lett a Szent György. Tehát itt jelesül a Gógl, Solt, aki sajnos nincs, Szolt István már köztünk, Móricz, Tán, Simon Kornél, Nagy Ötöst, ha úgy tetszik. És hát ez egy folyamat része, az összes többi orvos egészen a máig, tehát a Bucsi korszakig, de hát a Csernavölgyéket ugyanúgy megemlítésre kell, hogy kerüljenek, mert hogy, tehát ez, mondom, ez egy folyamat volt. Tehát semmiféle különlegesség nincs benne. A hivatás választás az egy dolog, viszont a szakirány választás az már sok nehézséggel jár, és itt azért felmerülnek azok a kérdések, hogy miért pont azt a szakot választotta adott esetben az orvos. Uh-huh. De ez minden hivatás választásnál így van, tehát a színészeknél, az összes többinél. Most ezek a rétegek, akiket mondtál, az orvosok, a színházi világ dolgozói, legyen a színésztől elkezdve a háttér dolgozóig, a szimfonikusok akár, hogyha őket nézzük, azért neked nagyon képben kell lenned. Nagyon napra késznek, felkészültnek kell lenni ahhoz, hogy tudjál velük úgy beszélgetni, de hát ez mondjuk alap a mi szakmánkban. Mm. És hát ugye járod nyilván a színházi előadásokat, a szimfonikusok előadásait, sokszor találkozunk ugye az orvosokkal is, de valahogy azért meg kell tudni fogni őket úgy, hogy tényleg megnyíljanak. Bensőséges hangulatot kell teremteni. Tehát mondom, bulvár kerülve és érdeklődéssel kell minden egyes mondatokra, minden egyes gondolatokra figyelni. De ez mindenkivel szemben elvárás, én azt hiszem. A megszólítottak zöme természetesen tudja, hogy ez majd adott esetben később egy könyvbe bekerül. Ilyen értelemben azért én válogatós vagyok, mert azokat szeretném bemutatni, akik nagyon sokat tettek a városunkért. Tehát itt az alap semmiképpen nem az én központuság egy ilyen könyv megírásában, hanem ez mind Székesfehérvár javát szolgálja bizonyos értelemben. Egy kicsit mesélj munkafolyamatról. Ugye azt tudni kell a nézőknek, hogy nyilván ebben a műsorban, akik a vendégeid, azok tudnak bekerülni ebbe a könyvbe, a te szortírozásod alapján. Megcsináld ezeket a beszélgetéseket, tényleg ontod magadból heti szinten, nem tudom hányat, de sokat csinálsz, és hát aztán valahogy az utókor számára papírra veted őket. Azért, hogy ugye, ahogy fogalmazott Bobori Zoltán is a kötet bemutatón, egyfajta korrajzot kaphassanak azok, akik majd fellapozzák ezt a könyvet. Igen, az elsődleges szándékom mindenképpen az, hogy ez ne felejtődjék el. Tehát a filmeket, ha megnézzük a YouTube-on, hiszen felkerül valamennyi fehérvári beszélgetés, azért vannak nézői, de a könyv az más. A könyv az érintőlegesen is fontos egyik oldalról, másrészt ott van fönt a polcokon, és azért bármikor le lehet venni, és tudni arról, hogy kik, mert például, ha azt mondom, hogy 5 esztendővel ezelőtt itt járt köztünk Jókai Anna, aki már nincs köztünk, vagy Szabó Gyula bácsi, vagy Szakonyi Károly, tehát sok mindenkit felsorolhatnék, az egyrészt Székesfehérváron akkor egy óriási kulturális pillanat volt, vagy nem kulturális, hanem közéleti, és ha azt visszaidézni, az nagyon-nagyon nehéz. A könyvben viszont ott van, hogy mit mondott rólunk, önmagáról, az alkotó tevékenységéről, a múltjáról, a jelenéről, adott esetben a jövőjéről. Tehát ezt én alapvetésnek érzem, hogy ezeket megörökítsem. Egyébként ebben a segítség a legfontosabb. Tehát jelen esetben például én sem ismerek minden orvost, ezért aztán bizalommal fordultam Bucsi főigazgató úrhoz, és a professzor úr segített összeállítani egy listát. Ehhez hozzátette Derényi Gábor barátunk egy másik listát, és akkor elkezdtem azokat megszólítani, akiket igazából nem ismertem. De itt azért kutatni kell meg a mélyére ásni az ő életüknek, hogy ebből valóban egy olyan beszélgetés legyen, amiben nincsenek, nem nyeklik meg sehol sem, hanem egy folyamatot ábrázol, adott esetben a születéstől a jelenig. Uh-huh.
És mennyi ideig tart mondjuk ezt a, azt hiszem, hogy 500 oldalas könyvet így elkészíteni, mert hogy... Hát ebben 60 portré van, csak nem 500 oldal valóban, elég vaskosnak tűnik. Hát ez attól függ, hogy milyen kedvem van, meg mennyi dolgom. Tehát azt mondom, tehát én sok minden mással is foglalkozom, mint tudjuk, azért híradó, a kulturális magazin, a fehérvári beszélgetések már, mint az élő műsor, a filmjeim, tehát azért sok időt vesznek el. Azt mondom, hogy ez inkább valamilyen szinten szórakozás. Illetve most már kötelezettségemnek tekintem, tehát ha elkezdek egy könyvet megírni, akkor azt igaz, azt szeretem, ha kerek a történet. Mármint úgy, hogy nem oldalszámban, hanem azokat, akik megszólíthatóak és illeszkednek abba azokhoz az elvekhez, amelyeket én meghatároztam magamnak, akkor az legyen kerek. És ez így van. Egy-egy ilyen műsorban van 25 percet beszélgetni a partnerekkel. Hát egy ilyen könyvben meg be kell zsúfolni a lényeget, ugye? Tehát, hogy ki kell emelni azt, amit a könyv szempontjából fontosnak tart a számon. Hát a szerkesztet változott értelemszerűen, amelyet természetesen elfogadnak a benne szereplők is. És, de ezzel nincs gond. Nincs gond. Néha javítok, segítek, hiszen egy élő beszélgetés nagyon is jól tudott te is, hogy az nem egészen úgy zajlik, mint ahogy a könyvben leírjuk. Nyilván, és hát jól meg kell tudnod szerkeszteni egy-egy beszélgetést. Így van. A szerkesztéssel, hát most az elmúlt időszak azért valljuk meg, hogy meglehetősen sok nehézséget hozott. Már mondtam neked az imént, hogy a recesszió, a gazdasági válság, a koronavírus járván egy okok miatt a könyvárak, illetve a papírárak is alaposan megnőttek. Így aztán itt most megragadom az alkalmat, hogy azokat a segítőimet megemlítsem, akik hozzájárultak a könyv megjelentetéséhez. Hát közülük elsősorban az Aranyból, az ERT, Bódis Tamás, aztán ott volt a Karsai BT, Karsai László, a Láncos Szegfű Alapítvány, egy Sulc György segítségével egy számunkra ismeretlen, aki nem volt hajlandó a nevét elárulni. És hát mi magunk, Simon Erikával, a Mi Holdfény 2001 BT-nk is hozzá kellett, hogy áruljon, hogy egyáltalán legyen belőle valami. De most már nem bánom. Ha már Simon Erikát említetted, azért meséljük el, hogy neki is volt része a igen, könyv megszületésében, hogy a kötetek is. Nem csak lelkem jobbik fele, hanem állandó társam a könyvekben és a filmekben is. Tehát nyilván az ő fotói szerepelnek, és hát azok a fotók is, akik korábbról való fotókat szerettek volna a könyvben megjelentetni. Úgyhogy ez így kerek. Új olvasószerkesztőnk van. Az Adri hiányzik azért, Nagy Adrián, de most már új olvasószerkesztő van. Aztán új lektor. És hát ennyi. És mi vagyunk. És új nyomdán van. Volt egy jó kis könyv bemutató múlt hét pénteken. Én azt gondolom, hogy biztos felemelő érzés lehetett, hogy teljesen megtelt a Vörösmarty Társaság terme. Hát ezt játékosan azt mondom, hogy ezt el is várom ennyi idő után, de tényleg nagyon megtisztelő számomra, hogy figyelemmel kísérik a könyv megjelentetését. Valamennyi könyvre vonatkozik ez egyéb iránt, és hát biztos vagyok benne, hogy ők is. Tehát tanulságos egy ilyen könyvbemutató. Mert egyrészt kell egy olyan beszélgető társ, aki a bizonyos értelemben, ahogy te, mélyére ás a történeteknek. Másik oldalról pedig azért látszik, hogy az embereket függetlenül attól, hogy milyen beosztásban vannak kik ők, érdekli, hogy egy-egy könyv a jövőnek is megmutatja az ő életüket. Milyen visszhangja van egyébként ennek az újnak is, meg az előzőeknek is? Mennyire keresik, mennyire várják a fehérverjét? Az utolsó számig elfogyott valamennyi. Tehát valamennyi kötet. Most már ott tartunk. Tehát most újra kell rendelni, hogy jusson a könyvtárakba, illetve jó néhányan érdeklődtek. Én mivel nem vagyok fent a Facebookon, Erika azért tájékoztat, nagyon sokan gratuláltak, megosztották a fotókat, amik ott készültek a Vörösmarty Társaságnál, úgyhogy én azt mondom, hogy van jövőképe
ilyen értelemben az írásnak. Hogyha egyet, kettőt leszek engedékeny, kettőt ki kéne emelni a kedvenceidből. Van olyan, aki úgy jobban megragadott, amikor mondjuk beszélgettél vele, amikor leírtad. Bár most gondolom, hogy azt kell mondd erre, hogy mindenkit ugyanúgy kezelsz, de azért csak-csak van olyan, akivel így jobban megtaláljátok a hangot és a szívedhez közelebb áll. Igen, hát természetes. Az orvosok közül azokat az orvosokat említem, akikkel személyes kapcsolatom van. Az elmúlt időszakban volt jó néhány műtétem, például, tehát Gervan Judittal és az ő férjével, akik egyébként az idén lettek az év orvosai, nagyon jó a kapcsolatom, de nagyon jó Bucsival is, Bucsi professzorral, és hát Derényi Gáborral, de őt külön ki kell emelnem, hiszen ő a barátunk, ha úgy tetszik, családi barátunk. De fontos számomra, hogy olyan látszólag távolságtartó emberek, mint például az új színészek közül Katona Klaudia, vagy Sarádi Zsolt, vagy Molnár G. Nóra is, sőt Ács Tamás most már mondhatom, hogy a barátom, tehát olyan fantasztikus, de mindenek közül, ha ki kell valakit emelnem, az Dobszai Péter és Dobri Dani, akik Ruf Tamás vezetésével egy csodát csináltak az Albariga Szimfonikus Zenekarból. De ugyanúgy, tehát számomra meglepő, hogy például Váci Márk milyen értékes tevékenységet folytat. Eddig is beszámoltunk róla néha híranyagokban, de az ő élete is egészen különleges. Ráadásul Szabadbattyáni, ahol én is éltem, most ott élnek ők is, de ez vonatkozik például Csete Gáborra, aki csodát csinált kint Sóston. Tehát sok mindenkit említhetnék. Ugyanakkor fontos, hogy például a színészek mellett nagyon kíváncsi voltam arra, hogy mi a rendezőket, a színészeket már végigjártuk. Tehát sztárparádé, azért azt mondhatjuk. Ugyanakkor mi történik a háttérdolgozókkal? Tehát Várkonyi Évával, akit ugye ismerünk már negyed százada. Mi történik Lőrinc Zsuzsa mindennapjaiban? Mi történik Erdélyi Terkával, ahogy folyamatosan váltogatja most már a munkahelyét, és mindenhol fantasztikus munkát végez. Tehát hogy gondolkodik ő erről? Tehát ezek voltak a kifejezetten fontosak. Aztán persze vannak olyan nagyok is, hogy például összefutottam a Bagosi Brothers-szel a Fezenen, ahova én nem nagyon járok, de úgy alakult, és nagyon jó barátságot kötöttünk a tesókkal, mint ahogy még egy testvérpárt is megemlítenék, a Emit Horvátelemért és Horvátelemért. A hegedűs, billentyűs párost, akik Bug Tiborral járják az országot, és egy csoda az ő életük. Tehát mindig jön valaki. Hát ahogy most már 11 kötetem vagy ugye túl, és a Bobori Zoltán elmondta, hogy hát körülbelül, nem is tudom, eszméletlen számokat mondott, hogy hány lapon, meg tényleg hány emberrel beszélgettél eddig, nem csak a fehérvári beszélgetések kapcsán, de azért a sportkönyv is fontos volt, ami már egy kötetet ugye bemutattál, de még erre is készülsz, de ezt most nem mondom én el, hanem majd mondd el te. Tehát a kérdés az, hogy ugye hova tovább, meddig megy még ez, meddig lesz még fehérvári beszélgetések, milyen terveid vannak a következőkben? Hát amíg lesz fehérvári beszélgetés, akkor lesz könyv is, tehát ezt nem tudom megmondani. Játékosan azt mondom, hogy addig írok, amíg élek. Hát ez egyértelmű. Ez az egyik fele. A másik fele, én azt hiszem, hogy végtelen. Én arra lennék majd kíváncsi, hogy valaki folytatja-e ezt. Tehát nyilván most azt mondtam, hogy amíg élek, de azért valakinek át kéne venni ezt a stafétát, mert hogy ugye ez komoly munka. Tehát ez a 400 oldal, az sok. Tehát úgy, hogy évi két könyv az nem fog sokáig menni, mondom én. Aztán lehet, mert felkérésem rengeteg van. Uh-huh. Meg még beszéltünk a sportkönyvről is. Igen, is sportkönyv mindenképpen lesz, mert az elmúlt esztendőben méltatlanul keveset foglalkoztunk olyan sportágakkal, mint a női kézilabda. A jégkorong az ugye alapvetés,
és hát az új sportkönyvben benne vannak az egykori legendák, tehát Sitibe, a Siti Eszter, Virincsik Anasztázia, Páncél Anikó, és így tovább. És benne vannak a mostani nagy sztárok, a teljes jégkorong csapat vezetése, illetve Bartalis, Erdély Csanád, Sárpátki, és így tovább. És benne vannak azokat, akik elfelejtett, ugye most volt a Kovács Feri bácsi szoboravatója, és az 1976-os bajnok csapatnak is ő volt az edzője. Én azért mondom bajnok csapat, mert másodikak lettek csak, de csalással, tehát ez egy másik dolog. De ott a nagy kettő, nagy három, Kovács Józsi, Fejes Gabi és a többiek nagy, mondom, egy fantasztikus gárda volt, és jó látni, hogy még itt vannak köztünk, és azt mondom, hogy őket is meg kell örökíteni. A beszélgetések megvannak, nagy része már könyvben van, illetve hát a fehérvári sportélet olyan szegmenseit is figyelembe kell venni most már, amelyek eddig méltatlanul elkerültek, tehát Mávelőre. Mávelőre röplabdás lányai, fiai, hiszen válogatottak, büszkélkedhetnek, úgyhogy széles a skála. Azt mondtad, hogy évente két kötetet szeretnél, vagy hát az a jellemző. Ez azért van, mert annyi mindenkivel beszélgetsz, hogy aztán nem tudod magad utolérni, vagy így jön? Vagy egy ilyen belső késztetés, hogy neked ezt meg kell csinálni? Ez mindig az. Ez mindig az. Tehát meg kell csinálnom, úgy érzem. Tehát, hogy megmaradjon. A sportkönyv az azért különleges egyéb iránt, mert ott van 5-6 olyan kép, ami teljes egészében végigkíséri egy sportoló vagy sportvető pályafutását. Tehát elsősorban nyilván a sikereket. De azért néha megosztanak velem olyat is, ami azt hiszem, hogy különleges. Tehát azokat a nehézségeket, amelyeken át kellett elveckélniük magukat ahhoz, hogy aztán eljussanak a csúcsra, vagy az általuk kitűzött célokhoz. Most végig könyvről beszélgettünk, de azért a filmek világa is közel áll hozzád, és abban is azt mondom, hogy elég termékeny vagy. Filmbemutatókon is jártunk már többször. Most van-e valami terved, vagy van-e valami készülőben? Hát igen, nehéz a helyzetünk, mert ugye a három film után nekem feltett szándékom volt, és előkészítettük Váris Fábián László József Attila Díjas költőnkkel, aki kárpátaljai, Munkács mellett élt. Most nem tudom, hogy most pont hol, tehát ebben az ukrán-orosz háborúban nem tudom, hogy merre veti a sors, de gyakran találkozunk vele Székesfehérváron, és ők segítségemre voltak többen is, hogy Kárpátalját nézzük meg a film megfolytatásaként, de hát ugye ezt teljes egészében meghiúsította a háború, és ennek ki tudja, hogy mikor lesz vége. Ugyanakkor gondolkodtam abban is, hogy most Horvátországban voltunk, ugye, de ez inkább Dalmácia volt, hiszen ez a Dubrovnik, Split, Trogir, Klissa, Zadar, Biográd, Novigrád vonal, ez teljes egészében Dalmáciához kötődik. Tehát Horvátország a délvidéknek a felső része, ez ami foglalkoztat, illetve hát mindenek felett Felvidék. De hát Felvidék az olyan, hogy Pozsonyhoz nem elég egy film, és akkor a többi egykori csodavárosunkat még nem is említettem, Kassa is nem sorolom. Úgyhogy ezt még szeretném megvalósítani, de hát azt én nem tudom, hogy egyrészt mikor lesz rá támogatás, tehát ez kérdés. Másrészt pedig, hogy tehát most egyelőre maradok a könyveknél. De én bízom benne, ha véget ér a háború, akkor az első utunk mindenképpen Kárpátaljára vezet. Én köszönöm szépen, hogy beszélgethettünk újra, és azt gondolom, hogy nem sokára megint fogunk beszélgetni. Úgy legyen, mégpedig a te filmedről. Is. Aztán meg a könyvedről. Ezt megígérhetem a nézőknek is. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. A fehérvári beszélgetéseket látták, most Kovács Szilviával, legközelebb pedig már Vakler Lajossal. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.